A japán kormány tovább szigorítja orosz ellenes szankcióit, jelentette be Hirokazu Matsuno, japán kabinet főtitkár. A nemzetközi biztonság védelme érdekében a g 7 elnökeként és az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjaként Japán a nemzetközi közösséggel szorosan együttműködve tovább erősíti az oroszország elleni szigorú szankcióit és támogatja Ukrajnát, fejtette ki a politikus. Az Ukrajna ellen indított háború miatt bevezetett japán szankciók mintegy ezer embert és száz szervezetet érintenek. Ezen kívül befagyasztották több orosz bank, valamint körülbelül 40 másik szervezet és vállalat vagyonát is.